A mai videóban azt nézzük meg, hogy melyek az alacsony progeszteron szint jelei, és milyen módszerekkel, ételekkel, étrendkiegészítőkkel tudjuk növelni a szintjét. Szeretettel köszöntök mindenkit! A progeszteron a női menstruációs ciklus második szakaszának a fő szereplője, támogatja a teherbeesést, illetve segít fenntartani az egészséges terhességet. Változókor alatt megváltozik az ösztrogén és a progeszteron aránya. A progeszteron nagyobb mértékben csökken, mint az ösztrogén, így nagyon sok hölgynél alakul ki ilyenkor ösztrogén dominancia. Az alacsony progeszteron szintet néhány tünetből, jelenségből jól be tudjuk azonosítani, tehát ha ezek közül több is jelen van, szinte biztos, hogy alacsony a progeszteronunk, vagy legalábbis az ösztrogénhez képest. Fájdalmas mellek, ez sokszor inkább egy ösztrogén dominanciás állapot, ami végeredményben szintén ugye felborult ösztrogén progeszteron arányt jelent. A gyakori szorongások, a gyakori fejfájások, a gyakori alvási nehézségek, az erős premenstruációs tünetek, a súlynövekedés és a víz visszatartás. Az első megoldás a progeszteron szint normalizálásához, azaz ösztrogén csökkentésén keresztül történik. Tehát ha levisszük az ösztrogén, azzal javul az ösztrogén progeszteron arány. Az ösztrogén csökkentés legfontosabb vegyülete a jód, azon belül elsősorban a természetes jód, ami nagy arányban az algákban található meg, például a kelp hínárban. Megvitelihez javaslom az Immunex alga komplexet, amely 5 alga erejét egyesíti. A második eszköz a kezünkben a progeszteron növeléséhez az a vad jam gyökér tartalmú progeszteron krémek. A vad jam gyökeret bőrön keresztül alkalmazva jobb eredményeket érhetünk el, mintha szájon átszednénk. A mexikói vad jam gyökér a természetes progeszteron előanyagát magas koncentrációban tartalmazza, azaz a hatóanyagaiból a szervezet képes a saját progeszteron előállítására. A friss, tiszta méhpepő képes rávenni a szervezetet annak a hormonnak az előállítására, amelyből kevés van. A méhpepő olyan előhormonokat tartalmaz, amelyekből a szervezetünk könnyen fel tudja építeni saját hormonjait. Ha kell ösztrogént, ha kell progeszteront. Épp azt, amiből kevés van. A méhpepő hatásmechanizmusa azon alapszik, hogy serkenti az agyalapi mirigyben a luteinizáló hormon termelődését, a luteinizáló hormon pedig közvetett hatással bír a női szervezet progeszteron termelésére. A méhpepőben lévő fehérjék és aminosavak mindezeken túl elősegítik a hormon egyensúlyt is, tehát az ösztrogén és a progeszteron egyensúlyát. A barátcserje, amit kapszula formában célszerű alkalmazni, az egyik leghatékonyabb progeszteron növelő gyógynövény. Hasonlóan működik, mint a méhpepő, tehát a luteinizáló hormonon keresztül segíti a több progeszteron előállítását. Célszerű együtt szedni DIM tartalmú készítménnyel, mert így még hatékonyabb lehet. Ez egy keresztes virágú zöldségek kivonatából előállított komplex, amit szintén kapszula formában lehet alkalmazni. Következőnek talán azt a videót lenne célszerű megtekintened, amit az ösztrogén dominanciáról készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megismerje a progeszteron növelés módszereit, kedved, lájkold a videót és oszd meg másokkal is. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!